tisztázni. Elsősorban nem tudom, hogy sikerül, vagy sem ezt a dolgot bemutatni, vagy nem is bemutatni, hanem átélni. És menni jobban emberről. Amit én próbáltam, mert ugye az a probléma, hogy az ember gyereket szeretne, a férje pedig nem akarja, ez úgy érzem, hogy ez gyakran van a világban. Ugyanúgy el kellett képzelni, mint azt, hogy esetleg e fölött még van egy nyomás, ami a másik rendszer volt. Tehát, hogy összeszedtem az emlékeimet, amiket meséltek, mármint nem a konkrét emlékeimet, mert nagyon pici voltam én még, hanem... Konkrétan hány éves? 89-ben? 9-10? 9-10 éves voltam. És amiket meséltek, hogy miket nem lehetett, tehát igen, igazából eléggé felfoghatatlan ez a nem szabadság. Tehát sokszor gondolkoztam azon, hogy én milyen ember lettem volna abban a rendszerben, hogy én mit csináltam volna, merre szaladtam volna, vagy mikkel ellenkeztem volna, mikkel veszekedtem volna, hogyha abban a rendszerben élek, egyáltalán lett volna-e lehetőségem erre. De viszont maga ezt a problémát, ezt elképzeltem, tehát az emlékeiből behúztam a szemem, és próbáltam elképzelni, hogy abban a rendszerben élek, tehát hogy én magamat, tehát nem a szereplőt képzeltem, hanem magamat egy ilyen helyzetben. És kiderül, majd a közönség ítéli meg, hogy sikerült vagy sem. Igen, én ezt nem tudom, hogy mennyire sikerült.